Szia, ja, üdvözöllek a mai videóban, Kniszner Zsolt vagyok, a Profi nak a Barkács követem. Mint tudjátok, szeptemberben, illetve októberben Graphite hónap van a műhelyemben, a Grupa Topex, illetve a Profi nak a jóvoltából ki tudok próbálni számos Graphite terméket. A mai nap pedig egy akkumulátoros behajtót fogunk megnézni, ami nem más, mint az 58G022-es típusú behajtó. Ha kíváncsiak vagytok, tartsatok velem, szemügyre vesszük a funkcióit, milyen lehetőségei vannak, hogyan tudjuk használni, illetve hogy mit ígér a gyártó, amit a tesztvideóban majd le tudunk tesztelni. Ugye ezek a behajtók, hogy mire szolgálnak, mindannyian tudjuk, különböző csavarokat tudunk vele be, illetve kihajtani tárgyakból, legyen az kisméretű vagy nagyméretű egyaránt. Ugye az extra nagyméretű csavarokról már esett szó az ütve csavarozó videóban ezek a behajtók, illetve a társai azokkal ugye nem bírnak boldogulni, maximum a kihajtási oldalról. Az egész egyszerűen kialakítás szempontjából ezeknek a behajtóknak a motorja és funkciója nem teszi lehetővé, hogy a nagyméretű csavarokkal elbánjon. A kicsikkel viszont annál inkább először is csomagoljuk ki, nézzük meg a terméket, hogy mit kapunk a pénzünkért. Nos, könnyedén a leragasztást egy késsel vagy snitzerrel hölgyek esetén körömmel távolítsuk el. A szokásos grafályt csomagolást láthatjuk egy fóliában a gépet, három darab bibliát, egy a garancia, illetve egy a, egy a jótállási, papírunk, ezt mindenféleképpen el kell raktunk a másik kettő a munkavédelmi, illetve a gépleírás. Ezekre nem igazán van szükség, úgyhogy sajnos mehet a kukába. Ezeket ugye online osítani jó lenne, hogy akinek szükséges, az le tudja tölteni. Továbbá a dobozban található még a külön utólag opcionálisan felszerelhető övcsipesz. Jó, mint mondtam, a gépet egy sima fóliába csomagolják, szerencsére nincs túl cicomázva, úgyhogy ez jó pont környezet szempontjából. Én a fóliát is elhagynám, hogy mindjárt szemügyre vesszük. Először is nézzük meg, hogy doboz szerint mit mond nekünk a gyártó. Ugye ez egy akkumulátoros gép a Energy Plus rendszernek, illetve a családnak a tagja. Igen, Több azon gépet egy azon akkumulátorokkal tudunk működtetni. Behajtási, illetve kihajtási funkciónk van. Van egy ledünk, ami a munkaterületet világítja meg a tokmányt el tudjuk távolítani, erre külön kitérnek a videóban, hogy mire jó, illetve hogyan kell azt végrehajtani. Ezen kívül, hogyha eltávolítjuk, akkor egy sima hatlapfejű bitfefogó tokmányt kapunk a tövébe. Jó, ha oldalára fordítjuk, ugye láthatjuk, hogy az 58G022-es gépről beszélünk, 2 illetve 4 amperórás akkumulátorba van megadva, hogy 6x60-as szöget melyik esetén hányszor tudunk behajtani, ezt nagyjából leteszteljük majd a tesztvideóba, illetve hogyha hátuljára fordítjuk, akkor ott vannak az érdemi információk. A tetején találhatjuk, amit az előbb már megbeszéltünk, láthatjuk, hogy az övtartó csipeszt hova, melyik oldalra, jobban mondom, mindkét oldalra fel lehet majd helyezni. De nézzük a specifikációkat. Ugye 18 voltos akkumulátorról beszélünk, ami 230 voltról tölthető. Kettő darab állása van a gépnek, egyes fokozat, illetve kettes. Egyesbe nullátor 350 fordulat per percig adja meg a tartományt, kettesbe pedig nullától 1520 fordulat per perc tartományba tudunk dolgozni a géppel. Egy kicsit jobbnak ígérkezik, mint az átlagos ilyen gépek, azon kívül a tokmány befogó része 0,8-es fúrószártól egészen 10 mm-ig terjedően alkalmas. A forgatónyomatékot 19 fokozatban tudjuk állítani, plusz egy a fúrási lehetőségünk ott maximalizálja ezt a teljesítményt. A másik oldalán láthatunk egy rövid kis képet, hogy ugye, amit említettem, hogy egy azon akkumulátorra többféle gépet tudunk üzemeltetni. Ez az Energy Plus technológia, Energy Plus család, termékcsalád. De rakjuk is félre a dobozt, röviden ennyi elég róla, nézzük önmagát a gépet. Egész egyszerűen rajta is fel van tüntetve, hogy merre van a zárás, illetve nyitási irány. Ezek a gyorsoldó arra lettek kitalálva, hogyha van egy munkaterületünk, ahova mondjuk hosszú lenne a gép, és szűkös az a rész, ahova beférne mondjuk a bitfejjel egyetembe, egész egyszerűen egy határozott mozdulattal el tudjuk távolítani a tokmányrészt. Ilyenkor kapunk egy hatlapfejű bitek befogárására alkalmas szárat, amihez egész egyszerűen tudunk csatlakoztatni bármilyen hatlapfejű bitet. A belsejébe található egy mágnes, tehát ha befogatunk egy bitfejet, akkor azt függőleges pozícióban, működtetés közben sem fogjuk elhagyni. Természetesen kézzel is azért, ha kézzel kihúzva is azért ellenáll a gép, tehát nem holmi, himi, humi, pici mágnesről van szó. A belsejében 6 darab csapálygolyó található. A zárás funkcióba. ezek a csapálygolyók úgy vannak kialakítva, hogy kívülre, kifelé nem tudnak tágulni, távolodni. Viszont, Viszont, hogyha nyitási funkciót használjuk, akkor a csapágyak lehetővé teszik ezt a kifelé táguló mozgást, és így könnyedén be tudjuk helyezni. Hogyha csak szimplán szeretnénk rátolni, ugye nem engedik a csapágygolyók. Kilazítva, könnyedén a helyére kattan, és nagyon profin ott tartja azt. Jó a tokmány részhez, ugye könnyedén, tudunk akár egy bit bitfejet, bit fejet, vagy bármilyen fúrószárat csatlakoztatni. Szorítás után tökéletesen helyén tartja azt. Úgyhogy nincs más dolgunk, mint sem megnézzük, hogy maga a gép milyen súlyokkal rendelkezik üresen 2 amperórással, illetve 4 amperórás akkumulátor esetén üres állapotban a gép egész pontosan 997 grammot nyom, 2 amperórás akkumulátorral, 1406 gram, tehát kevesebb így is, még másfél kiló, 4 amperórás akkumulátorral pedig 1654 gram egész pontosan. Így egy picit átléptük a másfél kilót, de még mindig kompakt, azért könnyű gépnek tudjuk mondani. Ebben a videóban személyre vettük az 58G022-es típusú grafájt behajtót. A teszt videóban megnézzük, hogy mire képes egész pontosan. Önmagában a grafájtermékeket termékeket jellemzi, hogy egyszerű dizájnt követnek, úgymond letisztult formát, tehát nem csillivilli gépekről beszélünk mindenféle kiállásokkal és tulajdonképpen fölöslegekkel. Egész egyszerűen a csatatéren kell nekik helytállniuk, a teljesítményt ígéri ugye a gyártó, erre vannak a tesztvideók, úgyhogy lefogjuk őt is alaposan tesztelni, hogy mire képes. Ha szeretnéd megvásárolni, akkor látogass el a profibarkács.hu-nak vagy a szerszám nagykernek az oldalára. Ott ezen kívül megtalálhatjátok az akkumulátorokat, különböző más behajtókat is, illetve a bit kiegészítőket. Köszönöm még egyszer a Grupa Top-X-nek, illetve a Profi hogy lehetőséget adtak ennek a gépnek a bemutatására és a tesztelésére. Aki nem tette még, iratkozzon fel a csatornáinkra, nézzétek meg a többi grafájt teszt, illetve bemutató videó. Is. Találkozunk a következő videóban, addig is balesetmentes Profi Barkácsolást. Kívánok! Sziasztok!